Marianus László, a Szegedi Tudományegyetem tanszékvezető tanára előadást tartott a Sebesült Görgei című kiállítás megnyitóján. Elsősorban a 48-49-es szabadságharc történeti hátterét mutatta be az érdeklődőknek. Nekem viszont csak egy kérdésem lenne. Hogyan viszonyul ön Görgeihez, hiszen az előadásában is elhangzott, hogy bizony-bizony egyes korok másként és másként ítélték meg, sőt, koron belül is személyek másként és másként ítélik meg. 2012. június 22-én a múzeumok éjszakáján. Ön hogyan ítéli meg Görgei szerepét? Én a magyar tudomány álláspontját fogadom el, és azt már kijelenthetem, hogy a magyar történettudomány, a korszakkal foglalkozó történészek között konszenzus van arról, hogy Görgei Artúr nem volt áruló. Az egyetlen egy lehetséges módot választotta 49. augusztus 13-án, amit a hadtörténeti helyzet kikényszerített. Úgyhogy amikor letette a fegyvert Világosnál, akkor egy kilátástalanná vált, folytathatatlanná vált katonai küzdelem végére tett pontot. Az az állítás, ugye, hogy Kossuth Lajos az augusztus 11-i átruházó nyilatkozatban egyrészt elismeri, hogy a helyzet menthetetlen, ugyanakkor Görgeit mégis felelőssé teszi a ráruházott hatalommal való helyes megoldásra, helyes élésre, és ő helyes hatalom gyakorláson a lehető legtöbbet megmenteni a haza javára, ugye ezt érti. Abban a helyzetben nem lehetett többet tenni, nem lehetett a harcot folytatni. Tehát, hogy a Kossuth ezen és az utókor így értelmezte, a katonai küzdelem folytatásának felelősségét ruházta rá, akkor ez egy rossz értelmezés, és ha Kossuth magáig adott egy helytelen fölfogás, Görgei az egyetlen egy lehetséges módon cselekedett. Nem hagyhatom ki a kérdést, hiszen a múzeumok éjszakáján beszélgetünk, mint történész. Hogyan fogadja minden évben most már, és itt Szentesen is, a múzeumok éjszakáját megrendezik, és ez egy kicsit a történelemre, a magyar múltra ráirányítja a figyelmet, még ha esetleg bizonyos régészeti tárlatokon, kiállításokon keresztül, vagy néprajzi kiállításokon, de mindig van egy kis történelem. Nyilván ugye a múlt emlékeit, tárgyait mutatják be ezeken az alkalmakon, és én azt nagyon jónak tartom, mert a kiállítás is fontos, de ott egy múzeum gazdagságának csak töredéke jelenik meg. Ilyenkor a múzeumok éjszakáján például beszokták vinni a raktárba, vagy ki nem állított dolgokat is megmutatnak, vagy a raktározás, műtárgymentés és műtárgyrendezés titkaiba is bevezetik az érdeklődőt, és a mai átpolitizált világban láttatni azt, hogy milyen tárgyi környezetben éltek elődeink, milyen volt egy paraszt háztartás, milyen volt egy polgári szobabelső, ez ugye átvisz bennünket az adott korszak emberének gondolkodásba, kultúrájába. Én ezt nagyon jónak tartom, és fontosnak tartom, hogy ilyen dolgokkal ismertessék meg az embereket, és hozzák test közelbe az érdeklődők számára. Hölgyeim és uraim, kedves vendégek! Kis csúszással, de azért azt gondolom, hogy kellő várakozással és izgalommal megkezdenénk a Sebesült Görgei című kiállításnak a megnyitását. Feltették nekem a kérdést, hogy tulajdonképpen ez a kiállítás miért is jött el Szentesre. És most választ szeretnék rá adni, hogy mi volt az, ami a Szentesre fontosnak gondoltuk azt, hogy a Sebesült Görgei című kiállítás megjelenne. Ez a kiállítás része egy nagyszabású kiállítás sorozatnak, amelynek az volt a címe, hogy Felelőtlenül század, a 19. század. Ebből a kiállításból azonban sajnos ez egy nagyon nagy országos kiállítás volt, Európai Uniós pénzből megvalósított projekt, Szentes kimaradt, hiszen a szervezése az valamikor az ezredforduló környékén történt. Pedig Szentes részt vehetett volna ezen a kiállításon teljes joggal, hiszen Szentes világkora a 19. század közepén a második felére esik. Akkor hatalmas nagy beruházások voltak a városban, a megyeszékhelyre, hatalmas fejlődés indult. Elég, ha én az régészeti adattárban megnézem, hogy mennyi beruházás volt abban az időben, mennyi régészeti ásatás, és képet nyerhetünk arról, hogy milyen dinamikus változás, fejlődés történt.
a közlekedés átalakult, a városnak a városkép átalakult, és röpke 10 év alatt a paraszti népies viseletből polgári viselet és polgári magatartás és gondolkodású várossá vált. Egy lüktető nagyvárossá vált az akkori viszonyok között Szentes. Rengeteg értelmiségi és tisztviselő érkezett ide a városba, nagyobb számban, mint amennyi most él, és a város lakossága akkor elérte a mai lakosság létszámát. És a tisztviselők és az értelmiségiek mellett különösen jelentős volt az iparos rétegnek a betelepülése és megerősödése, amely a gazdasági pörgést elindította a városban, amire maga jutna, hogy nagyon vágyakoznánk, hogy bekövetkezzen. Nos, tehát Szentesnek fontos lett volna, hogy ezen a 19. századi kiállítás szerepelje, hiszen klasszikusan 19. századi város mégsem szerepel. Ugyanakkor a kapcsolata 1848-49-el a polgári forradalommal, a polgári változásokkal nagyon erős volt. Ha valaki a helytörténeti kiállításnak az első termében szétnéz, akkor felismeri, illetve megismerheti azt a folyamatot, ahogy a 19. század és a polgári korszakok meghatározó eseményeihez kapcsolódott a város, és ha tovább sétálunk, akkor láthatjuk Kossuth Lajos egész alapos képét a város második díszpolgárát. Ez is jelzi az eseményekhez való fontos kapcsolódást. Itt pedig talán senki sem figyelt Hegedűs Lászlónak erre a monumentális képére, az időszaki terem külső oldalán, ahol megpihenni szoktak a kép alatt, Bem szászvárosi csata jelenetét ábrázolja, tehát akkor a 19. század közgondolkodásában igenis benne volt az, hogy Szentes minden ízével a magyar történelem, a magyar politikai élet legfontosabb eseményeihez kapcsolódott. Ezért volt, tehát ezért is fontos, hogy megjelenjen itt ez a kiállítás. Görgei Artúr tábornok nem ahhoz a politikushoz és a történelmi személyiségekhez tartozott, és ahhoz a politikus réteghez, államférfi réteghez, aki azt mondta, hogy előre, hanem azt mondta, hogy utána. És ennek a fajta magatartásnak, emberi helytállásnak, kiállásnak, a nemzetért való gondolkodásnak mára is van igen-igen komoly üzenete. A kiállítás megnyitásához hozzá kell, hogy tartozzon a kiállítás építői, akik erről gondolkodtak és ezt az anyagot összeállították, a gondolatai. Ez egy vándor kiállítás, annak a bizonyos felemelő századnak a kiállítás része. A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum készítette el. Hosszú évekig, több mint 2 évig készült a kiállítás, amely szövegében nem túl hosszú, azonban az interaktív részei, a film, a hanganyagok, illetve a képi anyagok és a tárgyak gondos válogatásával számos üzenetet tartalmaz számukra. A megnyitó ünnepség következő részében Varga Benedeknek, az Orvosi Történeti Múzeum igazgatójának és a kiállítás főszervezőjének és kurátorának a gondolatait hallhatjuk meg, és akkor most átadom a szót a Varga Benedeket helyettesítő Kárpáti Lajosnak. Köszönöm szépen! Tehát Varga Benedek igazgató gondolatait tolmácsolom. Kiállításunk kényes témához nyújt, hiszen a Varga Benedek legfontosabb alapjának Görgei Artúr konkrétának a megígérésében a laikus történelmi emlékezet megosztott sokan ősnek, mások árulónak, sokan kívánnak hadvezérnek, de sokan cínikus nyáspolgárnak tartják. Görgei 1848-49-es tettei, hadvezéri tehetségei és vezetői képességei ugyanakkor a történelem tudományon tisztáltak. Az árulás bárját a kritikai történetírás már régen elvetette, és Görgei rátermettségét és teljesítményét a forradalom legfontosabb összetevői között tartják számon. Kiállításunk témája Görgei sebesülése nem ugyanság. A szabadságharc iránt érdeklődők számára közismert, hogy Görgei tábornok 1849. júliusának elején súlyos sebesülés szenvedett el, egy felrakadó gránát felveszett 12-15 cm hosszan felszakított a fejbőrét, beleasított a hokonya csontjába, és néhány ponton átszakított a hokonyáját. A
sérülés 47 nappal a világosi fegyverletétel előtt történt, és mivel a szabadságharc kezelő szerinti fővezérét érte, így nyilvánosan hatásra volt az események további menetére. A forradalom ügye görgei sebességesen nélkül is a végén járta. Azonban kiállításunk arra az evidenciára szeretne rámutatni, hogy egy ország meghatározó szereplőjének egészségi állapota, illetve a korszakra jellemző gyógyítás hogyan és milyen módon tudja befolyásolni történetének, illetve a történelem folyamatának milliókat érintő láncolatát. A Koszta József Múzeumban történő bemutatás Béres Mária és Pár Irén érdeme, akik együttműködve megszervezték az Atya Szentese szemléltását és a kiállítás megrendezését. A Szentesi tábor felállítására azonban részt vett Pál László szegedi restaurátor mellett, szinte valamennyi munkatársal a Szentesi Múzeumnak, így állhatunk itt most a relikviák elő. Köszönöm mindenkinek segítségi munkáját és lelkesedését. Remélem, hogy a látogatóknak ugyanannyi örömet és a felfedezés ugyanannyi izgalmát fogja nyújtani a tábor, mint történt ez Budapesten, a Semmelweis Orvos Történeti Múzeumban és Szegeden, a Móra Ferenc Múzeumban. Ezeket a gondolatokat mondta volna el Varga Benedek, a Semmelweis Múzeum főigazgatója. Tisztelt jelenlevők! A görgei kiállítás görgei személyét két szempontból láthatja. Az egyik, az érintett, az a civil. Kapott egy betegséget, és ennek kapcsán a gyógyításának orvos körülményei inkább kortörténet, mint mondjuk görgei személyhez kapcsolódó, bár az ő esetét vizsgálják. A másik, az pedig a görgeiről alkotott közgondolkodás, a görgei teljesítményét értékelő művelődési tananyag időbeli láttatása, és azon lehet bírni, hogy görgei nem alapvetően negatív megítélése, majdnem hogy folyamatos, a bekövetkezett tudományos eredmények vizsgálható, ezen az állásponton nem sokat változott. Én most görgeit, mint hadvezért, mint katonaembert, mint a 48-49-es forradalom és szabadságharc kulcs figuráját szeretném bemutatni. Katona volt. Ő itt kezdte a pályafutását, osztrák hadiskolákban, Thunban, Bécsben, Bécsújhelyen, különböző helyen katonai szakismereteket szerzett, és utána csapatszolgálatra vonult be. Azonban onnan a 30-as évek végén leszerelt, és civil pályán próbált elhelyezkedni, de 48-ban szolgálattételre jelentkezett, mint egykori kvietát császári királyi katonatiszt. És innentől kezdve kötődik neve a magyar forradalomhoz, illetve a szabadságharchoz. A honvéd tisztikarnak körülbelül fele vagy kétharmada volt császári királyi katonatiszt volt. A honvéd tisztikar nem termett a fát. Ezek korábban is már tisztként szolgáló és nyugállományból reaktivált katonák voltak, vagy pedig len a Magyarországon állomásozó császári és királyi seregek átállt tisztjei. Ebből jött a honvéd tisztikar. Reaktivált korábbi nyugalmazott tisztek, illetve itt állomásozó császári és királyi seregek átállt tisztjei, akiknek az átállását Ferdinánd parancsolta meg. Az általa szentesített alkotmányra föleskedett katonáknak, ugye Pöltenberg Ernő mondta, amikor felakasztották előtte, hogy ez nagyon értelmes, hogy nekünk megparancsolták, hogy esküdjek az alkotmányra, és álljak át a honvédséghez. Utána ezért ők felakasztalak. Ebből álltam, és akikben lojalitás zavar keletkezett, azok átállt. Na ezért adta ki Görgei a január 5-i nyilatkozatot. Innentől kezdve ugye megszűnt a szoros együttműködés Kossuth és Görgei között, kölcsönösen
eléggé bizalmatlanok voltak egymáshoz. Ennek ellenére a sikeres északi hadjárat 49. januárjában és a február 5-i Braniszkói áttörés, amelyet Görgei egyik legnagyszerűbb haditettének tekinthetünk, a Slik és Götz között senyvedő és zsugorodó magyar seregtestek, magyar alakulatok, azok a Braniszkói hágon áttörve jutottak az Alföldre, és ennek a tervét, lebonyolítását Görgei dolgozta ki, de kivitelezője Gulyon Richárd volt. A Braniszkói áttörés az egy nagy bravúr volt Görgei részéről, és így levitte a hadtestét a tiszafüredi gyűjtőtáborba. Ott ugye a kápolnai csatavesztés miatt Dembinskit korábbi fővezéri posztjáról leváltották, előbb vettek, majd Görgei tette meg Kossuth a tisztikar nyomására, és hát innentől kezdve lényegében július 24-én Görgei fővezér, és majd a trónfosztó nyilatkozat után éppen hadügyminiszter. Két posztot is kap. És ettől a két poszttól majd július 24-én fosztja meg Kossuth Görgeit, átadva a fővezéri stallumot Mészáros Lázárnak. És innentől kezdve kezdődik lényegében a szabadságharc sikeres szakasza. A tavaszi hadjárat sikere nem tartott sokáig. Ekkor az egész országot elfoglaltuk. Erdélyben 1849. március 11-én elfoglalja Bem Nagyszeben, ezzel Erdély is magyar ellenőrzés alatt van. Buda visszavételével az egész ország magyar ellenőrzés alatt van, és ekkor jönnek az oroszok, 200 000. Ez sok. 200 000 orosz, ez sok, és Görgei július 26-án letesz az asztalra egy tervet, június 49. június, ez a komáromi összpontosítás. Tehát a szabadságharc végén az orosz túlerő ismeretében ki kellett dolgozni egy új tervet. És ennek az új tervnek a lényege az volt, hogy a szabadságharc erőit koncentráljuk Komárom várába, Európa egyik legjobb erődítésébe. Ez a Habsburg birodalom legjobb erődítménye volt, 50 évig építették, két partján, a Duna két partján fekszik, és itt úgy lehet sáncolni magukat, hogy ezzel a Habsburgok, az orosz csapat fölfejlődéséig és mögérkezéséig, a Habsburgok fő erejére döntőcsapást lehet mérni, vagy kitartani egy kedvező fegyverszünet eléréséig. Ezzel szemben Kossuth Lajos nem tudni mi jobból a szegedi összpontosítást javasolta. De Komáromban, hanem Szegeden. Görgei hiába magyarázta, Szeged az lent van. Komárom fönt van. Ha Komáromot átadjuk vagy kiürítjük, akkor a Dunántúl, a Fölvidék, a Dunatisza köze a Habsburgok ölében volt. Kossuth viszont ugye a szegedi összpontosítást, sokan mondják, hogy a déli határok védelme és talán már a lehetséges menekülési útvonalon biztosítása céljából javasolta. Minden esetre ezt a szegedi összpontosítási tervet erősített az, hogy a két komáromi csata közül a második, a július 11-ei az egy vereséggel végződött. De a július 2-ai az egy nagy győzelmet hozott, ez az a bizonyos csata, ahol Görgei megsérült. Ez Hajnauval vívott csatája során szerezte ezt a fejsérülést. Ez a Dunának a jobb partján, tehát mindig folyás mondok, ugye Dunántúlon történt, ahol a komáromi sáncokra rontott a Habsburg, a Hajnauf vezette csapat, ezt visszaverték, és a visszavert támadást Görgei teljesen be akarta fejezni, ez azt jelenti, hogy üldözzük az ellenséget. A
a visszavert támadásnál üldözzük az ellenséget, és vert pozícióban, hogy úgy mondjam, kierőszakoljuk a végső eredményt, és ekkor az üldözés során, a sáncokról visszavert ellenség üldözése során kapott egy lövést, egy gránátlövést, nem ő maga, hanem a feje fölött robbant föl, de a repesz fölhasította a fejbőrét, és ugye ez miatt, emiatt nem sikerült a támadás befejezése. Ez az az eset, ami orvos történeti. Igen. Utána Görgei engedelmeskedett Kossuth felszólításának, ez a nyári hadjárat elvezette csapatát itt Felső Magyarországon. 25 ezer fő lekötött körülbelül 100 ezernyi, 80 ezernyi orvoszt. Ennek az volt a lényege, hogy Görgei úgy vonult Váctól Aradig, Magyarország felső vidékein, Tokajnál átkelve a Tiszán, Nyíregyházán, Nagyváradon és onnan Aradra, hogy egy csatát nem veszített, és nem engedte az oroszok, lekötötte az oroszokat. Ennek az volt az értelme, hogy az oroszt lekötni, és nem engedni a fő hadszintére. Egy 25 ezeres izgő, mozgó és lavírozó, jó diszlokációt végrehajtó hadtest, több nap, 40 napig föltartóztatta az oroszok, én a magára mondta az oroszok figyelni. Azonban Aradra érkezve, ő ezt azért csinált, hogy Aradon egyesüljön Dembinszkivel és Bemmel. Hát nem volt kivel egyesülni. Aradra úgy érkezett már Görgei augusztus 9-én, aznap, amikor a Temesvári csata volt, hogy már nem lehetett kivel egyesülni, mert Temesvárnál ugye Dembinszki csatát vesztett, és ebben a helyzetben Görgei Kossuthtal megállapodott arról, még nem tudták a Temesvári csata kimenetelét. És ha Görgei Kossuthnak a szemében mondta, Temesvárnál győztünk, akkor 70 ezer fővel még a Habsburgoknak, Hajnaunak ellen tudunk állni. Az 70 ezer főt számolt Görgei. Ha veszítettünk, leteszem a fegyvert. És ennek tudatában ruházták Kossuth Görgeire a hatalmat, és éjszaka jött a hír, ez volt ugye augusztus 11-én, augusztus 11-én, és éjszaka jött a hír, 10-11-re izgatott éjszaka, hogy Temesvárnál csatát vesztettek, 11-én Kossuth átruház a politikai katonai teljhatalmat Görgeire, diktátor lesz, és a diktátor ugye leteszi a fegyvert. Kossuth maga elismeri, hogy menthetetlen a helyzet. És akkor utána az átruházó nyilatkozat végén pedig oda szúrja, hogy Görgei teszi felelőssé Isten és ember előtt, hogy megfelelő módon használja azt a hatalmat, és ments, ami mehet. Mit tehát már menteni? Hát nem lehet menteni. És ugye ez az a passzus, ez az az esemény, amit az utókor és a vidini levél, amit az emigrációból ír, úgy értelmezett és úgy interpretálta, hogy Görgei a ráruházott hatalommal rosszul élt. Történészek és a történettudomány azt mondja, az egyetlen lehetséges módon élt, humánus módon, akik még éltek, azokat mentette. Köszönöm a figyelmet!